Ez az Éjspartek 51. beszélgetése, a 8. sorozatnak a 3. estje. Károly Csaba vagyok, beszélgető társaim pedig Visi Beatrix, Kálmán C. György és Bazsányi Sándor. Garaczi László új könyvéről fogunk beszélgetni, a Vinci címűről. Szokás szerint pontoztunk, mindenki adni fog egy pontszámot 1-től 10-ig a könyvre, ahogy szoktuk. Mindenkinek van egy 10 pontos könyve, ezeket elmondom most a Visibe, a Bodor Ádám Színisztra körzetére adnak 10 pontot, Kálmán C. György, Nádas Péter egy családregény vége című regényére, Bazsányi Sándor rendhagyó módon Baka István Gyepán Perotnyi testamentum a című verses kötetére, én pedig Mándi Ivánnak a Mi az Öreg című könyvére adnék most 10 pontot. Úgyhogy ehhez képest is értelmeződnek azok a pontjaink, amit erre tőle adtunk, de azt még nem mondom meg, hanem még annyit szeretnék mondani, hogy az első 50 Éjskvartett megjelent e-könyv formában kiadta az íróboltja, és kedvezményes áron meg lehet venni a bolt honlapján keresztül, ha jól tudom, 1990 forint, ugye Peti? Igen, Hományi Péter a könyv kiadója, olcsón adja az íróboltjában. Az első 50 beszélgetés, ugye 14 különböző felállásban 14 irodalomkritikusnak 50, az elmúlt 7 évben megjelent 50 könyvéről szól. Azért valami érdekes egyébként, mert lehet benne keresni, és például meg lehet nézni, hogy Garaczi László hányszor szerepel benne. A Garaczi korábbi könyvéről, az Arc és Hátraarc című kötetről beszélgettünk a Quartetten korábban, más felállásban, és érdekes módon az eddigi legmagasabb pontszámot kapta, 35-öt a 40-ből, 3 olyan könyv volt, ami ilyen magas pontszámot kapott. A Kunálpád regények, Kántor Péter verses kötete és a Garaczi korábbi könyve. Meg lehet nézni, hogy hányszor szerepel az 50 beszélgetésben a neve például. 31-szer szerepel. Eszterházi Péter 110-szer, Nádas 63-szor, Spiro 50-szer, a többit nem mondanám, mindenki azt keres, amit akar, neveket, címeket, mindent. Tehát most az új Garaczi kötetről fogunk beszélgetni. Egy hónap múlva Orabec Imrének a verses kötetéről lesz majd szó. A Garaczinak az új könyve, a Bűnhíd, alcíme szerint egy Lemur vallomásai, és hogyha ez igaz, akkor ez a negyedik Lemur könyve a szerzőnek, majd nyilván erről is fogunk beszélgetni, hogy hogyan is illeszkedik ez a könyv a sorozatba. De akkor nem csigázom az érdeklődést, megmondom a pontokat. Bazsányi Sándor 9 pontot adott. Mégiscsak jó szívű. Úgyhogy mégiscsak. Múltkor kétségedet volna, hogy nem te vagy a legjobb szívű a 14 kvartett pontozó közül, hanem a Szilasi László. Kálmán C. György 8 pontot adott. Visi Bea 6 pontot adott. Ne ijedjenek meg, én is 6 pontot adok. Ez viszonylag kevés, majd nyilván indokolni fogjuk a pontunkat. Ez összesen 29 pont. Ebben a körben 29 pontot adtunk Györe Balázs könyvére, 30 pontot adtunk Sein Gábor könyvére, és akkor ez most megint 29 pont. Ugye az a szokás, hogy mindenki indokolja a pontját, és úgy szoktuk, hogy aki a legtöbbet adja, ő kezdi. És annyi mindig bebiztosítja magát, hogy első legyen. Jó, abba hagyom, bocsánat. Annyira örülök, hogy újra itt van köztünk Bazsányi Sándor, aki legutóbb nem volt, mert a bokáját majdnem eltörte és gyűzben volt, úgyhogy boldog vagyok, hogy újra itt van. És annyi, te kezded és indokod, légy szíves a 9 pontot. Köszönöm, nekem is hiányoztál, Csaba. Hát azért adtam 9 pontot, vagyis majdnem 10-et, mert én ezt egy fontos könyvnek tartom, pedig azért, mert egy nagyon merész könyv, vagy bátor könyv, vagy nem tudom, egy nagyon számomra megkapó gesztus értéke van ennek a könyvnek, mert csomó mindennek ellent mond, nem túl harciasan persze, nem tudom, én olyan ösmire gondolok, hogy ellent mond a közízlésnek, amelyik mondjuk jobban szereti a próza formát, mint a vers formát, jobban szereti a nagy epikai regény formát, mint a kis epikai formát, jobban szereti a, nem tudom, a fejtorpotrok, eleje, közepe, vége típusú alkotásokat. Ahhoz képest ez inkább olyan ízelt lábú lénynek tűnik. Ez a kötet, meg ellentmond ez a Garaczi kötet a maga
furcsaságával, amiről nyilván majd bővebben fogunk beszélgetni, mondjuk annak az olvasói elvárásnak, amiben valószínű kisebb-nagyobb mértékben mindnyájan osztozunk, hogy itt azért három kötet után kaptunk egy negyediket, ami nagyon más. Lemond azok az előző köteteknek a mondjuk epikai értékeiről, mind a három kötet a maga úgysa módján azért valamiféle történetféleséget mondott végig, itt nem ezt kapjuk. És ami talán a legfontosabb, hogy egy kicsit szembe megy, vagy Lemond a saját alkatának a lehetőségeivel, Garaci élvezetesen tud történeteket mesélni, ezt az előző három kötete bizonyította meg, meg van humorérzéke is, és számomra ez egy becsülendő tulajdonság, hogy nem is mond a humorra, egy olyan valaki, aki pedig ezen a hangszeren tényleg ügyesen tud játszani. Nekem ez különösen tetszett. Szóval ennek a kötetnek elsősorban a gesztus értéke tetszik, meg egy kicsit persze ellágyultam, mert visszavitt engem így érzületileg abban az időszakban, amikor a középiskolás koromban 80-as években elkezdtem kóstolgatni a portás irodalmat, hogy ott miféle furcsa irodalmiság jellemző ezekre a kötetekre, például a Garaciéra is, a Plastik volt az első ilyen kötete. Tehát valahogy, mintha visszakanyarodott volna ez a, hát ugye szóval élve nem éppen közönségbarát, vagy nem épp az olvasmányosság, vagy az egyértelmű olvashatóság örömeit szolgáló formához. Egy kicsit olyan, és akkor ezzel zárnám be, hogy erről is talán majd később beszélgethetünk, hogy azért itt a 80-as években két nagyon izgalmas, hogy mondjam, dolog összeállt. Az egyik az a magyar neoavangárdnak a tradíciója, ami ebben a könyvben is akár formában, hangfekvésben, vagy akár mitikus figurák, például Dixi felidézésében jelen van, meg mondjuk az, amit jobb szó ilyen nevezhetnénk, úgyhogy posztmodern, hogy mondjuk a neoavangárdnak ezt az akár erdélyi mitossal filmjelezhető jó értelemben vett irányzatosságát játékosan megdobondította. Mondjuk az emblémája lehetne ennek az Eszterházy Füle szövegkultúra, és nem akarom túlpumpálni a pukkatásig ezt a metaforát, de itt mintha Erdély Miklós meg Eszterházy Péter írás kultúrája lenne a háttérben, ami azért izgalmas, mert most azért mégse a 80-as években vagyunk, hanem a 2010-es évek kellős közepén. Ez nekem tetszik, ez a váratlan. Oké, köszönöm szépen. Kálmán Cégyen 8 pont. Nagyjából hasonlókat mondtam volna, mint amit Sándor mondott. Tehát nekem is a kísérletiség tetszik nagyon, az, hogy próbára teszi a regényt, mindenfélét megpróbál vele, pontosan megpróbál belőle kiszedni olyan dolgokat, amiket úgy tartunk számon, mint a regény legfontosabb tulajdonsága, hogy legyen neki története. Hát, hogy nincs történet, pontosan nagyon sok pici történet van. Hogy meddig hajlandó elmenni az olvasó abban, hogy maga alkossa meg a történetet, egészen a morzságból, ez is egy kísérlet. Az is egy kísérlet, hogy a szereplők száma nagyon-nagyon korlátozott. Hogy a szereplők azonosíthatósága kétséges, hogy az idő rendkívül homályos, már hogy milyen időben játszódik, hogy van-e bármiféle rendje ennek az időnek, vagy pedig teljes összevisszaság van, és itt már. Tehát nekem a kísérletiséget tetszett nagyon, ezt értékelem nagyra, nagyjából ugyanazt mondanám, mint Csándor, hogy ez egy nagyon fontos, nagyon érdekes kísérlet. Inkább az szorulna a magyarázat, hogy miért mondtam le két pontot, mert hogy ha ilyen nagyon fontosnak tartanak ezt a kísérletet, akkor miért csak 80 és miért nem 10? Azért nem 10, mert nem vagyok benne egészen biztos, hogy minden apró részlet át van gondolva és a helyén van. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Folyton kétségben hagy a szerző abban, hogy tényleg mindennek kell-e jelentőséget tulajdonítani, vagy sem. Lehet, hogy bizonyos részletek oda vannak kenve, nem tudom megállapítani. Ez nyilván 10-szer kéne elolvasni a könyvet, hogy az ember rájöjjön, és ez sok, ennyi szerű csak fogja senki elolvasni. Tehát ez egy... Én. 10-szer? Ja, 2-ször, bocsánat. 10-szer. 2-szer? Kétszer könnyű elolvasni. Na, sőt, annyira könnyű elolvasni, hogy én ma reggel úgy gondoltam, hogy akkor belenézek még egyszer, és ebből az lett, hogy végigolvastam.
egyszer nem tudtam letenni, tehát rendkívül élveztem, pedig ez nem a második, hanem a harmadik. Tehát nagyon élvezetes a könyv, nagyon olvasható. Mégis mondom, vannak bennem kétségek afelől, hogy tényleg minden részlet át van gondolva, és emiatt a kétség miatt én nem tudok jó szívvel 10 pontot adni, meg talán annyira jelentősnek sem gondolom, tehát értem, hogy nem biztos, hogy a pár évtized múltán is olyan emlékezetes marad, de egy nagyon jó könyvet tartom. Lehet, hogy az a 10 pontos könyv, amit 10-szer elbírunk gondolni. De a 6 pontot adott. Bocs. Ja, és úgy egyeztünk meg, hogy ő beszél először, mivel mind a ketten 6-ot adtunk, tehát akkor először ő van. Nehéz előállni most a 6 ponttal a fiúknak a laudációja után. Úgyhogy én rögtön egy kicsit a pontozás filozófiájával kezdeném, hogy tulajdonképpen adhattam volna erre a könyvre 7 pontot, tehát nagyon sokat dilemmáztam, hogy 6 vagy 7, és végül is most jött be az a játék, hogy hát akkor megnéztem, hogy mire adtam 10 pontot, mire adtam múltkor 8 pontot, és akkor ahhoz képest, hogy a Shane Gabor svédjére én 8 pontot adtam, és nekem ahhoz képest ez a mű biztos, hogy nem egyel, hanem inkább 2-vel tűnt gyengébbnek. Én nem mondom erre a regényre, nem is szeretném ezt a szót többet kiejteni a számon ezzel kapcsolatban, tehát hogy nem mondanám erre a műre, hogy feltétlenül rossz mű, de őszintén szólva, ami hát ilyen szubjektív élményem, hogy nem tudtam igazából érdeklődni iránta erősen, tehát hogy nem tudott megmozgatni egyik olvasásram sem, és nem éreztem benne azokat a nagyon erős kísérleti vonásokat, amiket itt előbb elmondhatok. Tehát, hogy én nem találtam az egészet annyira érdekesnek, meg annyira, hogy mondjam, elmozdulásnak a korábbi Garaci szövegektől, vagy akár a korábbi Lemur szövegektől, mint ahogy ezt a kritika megpróbálta érzékeltetni, vagy ahogy ez így felmerült. És erre majd szeretnék reagálni is, hogy tehát az egyik az, amiről majd még biztos van lesz szó, nagyon sok, hogy én egyáltalán nem vártam regényt, és egyáltalán nem vártam ezt a történetnek a kibontakozását, vagy összerakhatóságát, akár mozaikszerűen is, hiszen vallomást ígér a mű, és a vallomásnak rengeteg formája van ugye az európai irodalomban, tehát hogy azon teljesen megdöbbentem, hogy a kritika még mindig képes 2016-ban úgy fogadni egy művet, ráadásul egy Garaci művet, hogy akkor most összeáll a történet, vagy nem áll össze a történet. Hát nem áll össze. A másik, hogy számomra pontosan azok a vonások tűntek el ebből a prózából, ami miatt korábban kedveltem a Lemur szövegeket. És azt gondolom, hogy azok a jegyek, hogy a széthullás, az integritásnak az elvesztése, a története, az emlékezésre rákérdezés, tehát hogy amiről majd így fogunk tartalmában talán még beszélni, hogy ezek a vonások szerintem korábban is benne voltak a Lemur szövegekben, és pontosan megnéztem egy beszélgetéshez készített jegyzeteimet, amit a Mintha élnél kötetről készítettem, és összevetettem a mostani szempontokkal, meg a kritikáknak a ezekkel a revelatív állításaival, hogy hova mozdult el a Garaci próza, és tulajdonképpen ugyanazok a szempontok jelennek meg benne, ugyanazokra a végkövetkeztetésekre juthatunk, tehát hogy az alaposabb értelmezők már a Mintha élnél című kötetnél is ugyanezeket a Garaci prózának, vagy a Lemur szövegeknek ugyanezeket a jellegzetességeit, vonásait szedték elő. És még két rövid reflexió, és aztán továbbadom a szót. Nagyon-nagyon bántott, hogy lemondott a korábbi nyelvről, a nyelvezetéről, tehát arról a szövegtérről, amit eddig használt. És ennek azt gondolom, hogy jelentősége is van, hogy itt mi a veszteség. És a kompozíciót pedig, tehát akár a kompozíciót, akár ezeket a megcsinált, tehát ami tényleg változtatás, ezeket a
ugye prózaversnek kikiáltott kis szövegegységeket, tehát a formát, azt viszont nem gondolom jónak, tehát azt gondolom, hogy amiről itten próbál beszélni, vagy amit összetesz úgy a világról, meg az ő helyzetéről, vagy nem helyzetéről ebben a világban, nem tesz neki jót ez a kompozíció, amit kitalált hozzá. Tehát nagyon-nagyon szembefeszül a kettő egymással, de ezt majd később fejteném ki. Oké, köszönöm. Én is 6 pontot adtam, és én vagyok az a konzervatív kritikus, aki azt mondja, hogy nem áll össze. Én 30 éve követtem a Garaci pályáját, és az első könyvéről, a Plastikról írtam már, ami 85-ös könyv volt, és én 87-ben írtam róla. Ez volt az első kritika, amit életemben megírtam Balassa Péter kritikáról szemináriumára. Meg is kérdezte a szerző, hanyást kaptam rá, ötöst kaptam rá, és megjelent. És én abban nagyon szerettem ezt az újfajta nyelvet, amit a Garaci hozott, és mértékkel, de megdicsértem a Plastikot, azóta is követem, többször írtam róla. Én korábban sokkal dicsérőbb voltam róla, mint például Kálmár Gyuri, majd erről szó lesz, aki a legelején például rosszat mondott a Garaciról, nem nagyon szerette a Nincs Alvás című könyvét, de lényeg, ami lényeg, én azt gondolom, hogy ez a könyv tényleg nem áll össze, na most kérdés, hogy ez baj-e vagy nem baj. Itt rengeteg szöveg van, ki van találva egy kompozíció, ezeket a szöveget lehet kis prózákként, vagy prózaversekként, vagy nagyon sokféleképpen olvasni. Vannak köztük jó szövegek, és vannak köztük szerintem kifejezetten gyenge szövegek, és nem értem, hogy miért. Mert ha egy regényben vannak rossz oldalak, az indokoltá válik az egész struktúra alapján, itt meg akkor nem válik indokoltá, akkor miért kerül bele? Hol van a szerző humora? Hol van az a hihetetlen lazaság, ami a korábbi szövegeiben volt? Itt valami enerváltság van, tulajdonképpen rezignáltság van, ami persze lehetne érthető, csak akkor valahogy erre kellett volna alapozni. Én zavarba voltam, nem tudtam, hogy honnan olvasom ezt a könyvet. Nem értettem, hogy mit akar nekem mondani. Én, aki minden korábbi Garaci szöveget olvastam, ismerem a mondatait, visszajönnek, visszatérő mondatok vannak. Nagyon jó helyek vannak benne. Tudom, hogy mikor mit jelent egy adott mondat, és nem értem, hogy itt mit kezd vele. Egyszerűen zavarban voltam. Azt hiszem, hogy ennek részben oka az, hogy mit vártam. Tehát ugye, hogy milyen szerződést köt egy könyv az olvasóval. Ugye itt arról volt szó, hogy ez a negyedik Lemur könyv volt, már 3, nagyon különböző volt a 3, de azért azt lehetett tudni, hogy ez micsoda valamiféle kifordított önéletrajziság, azért mégis átjárja a szövegeket, és van egy figura, akinek követjük az élettörténetét, legutóbb Katona volt. Most ugye ez is megszakadt, de nem ez a baj, hanem az a baj, hogy amit helyette kapunk, azt nem tudjuk értelmezni, vagy legalábbis én nem tudom értelmezni az előző 3 Lemur könyv ismeretében. Meg az egész Garaci életmű ismeretében sem. Ugye, azt azért tudni kell, hogy mióta a Lemurokat írja, írt egy másik regényt, vagy kis regényt, a Metaxát, amit szándékosan nem tett be a Lemur sorozatban, nagyon helyesen, mert az nem illett oda bele. Ha ezt pedig beletette, akkor én azt mondom, hogy annak is oka van, hogy ezt beletette. A Garacinak volt a pályája elején egy verses kötete. Most is kiadhatott volna egy prózavers kötetet, vagy azt mondja, hogy forgácsok a Lemur sorozatból lemaradó ilyen-olyan prózaversek, írói műhely forgácsok, stb. Akkor boldogan olvasom. Így viszont nem értem. Ez körülbelül idáig lenne 7 pont, és a kiadó azt erősíti, hogy tudnélik, ez egy regény. Ott van az első fülön. Az alcím az, hogy egy Lemur vallomásai. Magyarul a kiadó a szöveget, mint a negyedik Lemur könyvet adja el. Ezért még 1 pontot levonok. Tudnélik, számomra ez nem értelmezhető. Hosszan tudnám mondani, de majd menet közben hát, ha előjön, hát, ha nem. Én azt javaslom, hogy kezdjük onnan, hogy ugye egy Lemur vallomásai, negyedik kötet, ha innen nézem, akkor mit szóltok a könyvhöz? Kell-e ezt figyelembe venni, vagy nem kell? Honnan olvassuk, miként olvassuk? Tehát, hogy tulajdonképpen
voltak bizonyos olvasói várakozások, kell-e ezt figyelembe venni, vagy sem? Függetlenül attól, hogy a kiadó rájátszik ezekre a várakozásokra, mi van akkor, ha figyelembe veszem, mi van akkor, ha nem? Hát, csak ilyen, nem tudom, ilyen homályos válaszolni annak, hogy én úgy érzem, hogy Galaci egyszerre ráül erre a hullámra, és egyszerre tagadja ezt a dolgot. Tehát ráül a hullámra, amennyiben tudja, hogy ezek népszerűek voltak, sokan szerették valóban az első három Nemurtetetet, hogy valami olyasmit várnak, ami az volt, tehát egy sodró történetekkel és humorral teli regényt, és ezt tulajdonképpen meglovagolja a szónak szerintem jó értelmében. Tehát tulajdonképpen ennek a várakozásnak a sorsába, vagy ennek a várakozásra, erre a várakozásra bízza az egyébként egyáltalán nem regényszerű, egyáltalán nem humoros, egyáltalán történettel teli szöveget. Másrészt mondom, én ugyanezért tulajdonképpen ellene is megy ennek a Lemur sorozatnak, mert csinál egy olyan darabot a Lemur sorozatban, amelyik egyáltalán nem olyan, mint a többi Lemur. Nekem ez tetszik. Tehát azt gondolom, hogy tulajdonképpen az, aki olvasta a Lemur regényeket, az elkezdi azt keresni ebben, gyakran hiába, amit a Lemurból megtanult. Tehát megpróbálja azt a szabályrendszert alkalmazni erre a szövegre, ami a Lemurnak a szabályrendszer volt. Nem fog neki sikerülni, néha sikerül, néha nem. És ez nagyon érdekes, hogy mondjam, befogadó élményt jelentett neki. Miért nem sikerül nekem történeteket találni? Hol van a humor, ahogy kérdeztetek? Hát lehet, hogy ez szándékos. Tehát, vagy ez valóban egy szomorú könyv, azt kell mondjam, vagy legalábbis nagyon kevés benne a humor, vagy talán nincs is. Elégikus, emervált valóban, de hát lehet, hogy éppen azért, mert hogy szembe akar menni azzal, amit a Lemur kötetektől vár az ember. Szóval én szerintem az rendben van, hogy ez a Lemur vallomásainak a negyedik kötete, ez teljesen oké, és ebben biztos, hogy szándékosság van. Tehát úgy értem, hogy ez nem a kiadó hibája. Én is csatlakoznék ehhez, és akkor itt talán röviden a kérdésedben válaszolom, meg Gyurihoz csatlakozva. Azért elgondolkodhatunk, hogy mit is jelent, hogy ez a lemur, hogy ez a hívó szó, vagy metafora, vagy a fene tudja, hogy micsoda. Ez ugye ebben a könyvben kétszer bukkan elő, ez a szó korábbi kötetekben többször bukkant elő. Tehát, hogy mi az a lemurság? Szerintem a lemurságnak nincs lényege, csak valami látszik belőle. De számomra a lemurságból az látszik, hogy kiszámíthatatlan, hogy megfoghatatlan, hogy folyamatosan próbára teszi azt, aki meg akarja mondani róla, hogy kicsoda, micsoda. Még nem ember, vagy hogy mondja, hogy mondta az Európa kiadó? Már nem ember, még nem állat, tehát kopold ma ki is, meg visszajáró szellem, meg átváltozó művész, vagy a fene tudja, hogy micsoda. És ebbe ez egy óriási teher, ha tetszik, most nem akarok ilyen alkotásvélektani sarlatánságot űzni, de most gondoljanak bele, hogy itt van egy szerző, akinek eddig szemmel látható ambíciója volt, hogy mindig egy kicsit más legyen. Nyilván, hogy megszállodja az önértelmezésnek. Tehát ez az önélősködésnek a tipikus, akár az Eszterházyhoz fogható formája, amit itt művel önidézetekkel, meg motivumújjárásokkal, meg egyebekkel. Tehát, hogyha ennek a Lemur nevű lénynek az az ambíciója, hogy ne legyen egyik könyv se olyan, mint az azt megelőző, és közben még értelmezi is az azt megelőzőket, és az olvasót is esetleg erre bátorítja. Én például elolvastam most, ugye érettségi tétel lett a Pompásán buszozunk című második kötet, ami talán a legnagyobb siker volt. Újraolvastam, és én kicsit csalódtam ennek a könyvnek a fényében, meg a megelőző Arc és hátra a című könyvnek a fényében, mert az nekem már nem ért, tehát a humora fárasztott, infantilis volt, mint hogy az első Lemur kötetre is mondhatjuk, hogy az lehet, hogy vad, hogy olyan direktségek vannak benne, amit lehet, hogy akkor még jól álltak, hogy akár irodalmelméleti, filozófiai közegeket puffogtatott, metaforikusan, játékosan a szerző, de ezzel a mai olvasót, engem például, már bánt. Bántja az arányérzékemet, vagy nem is tudom micsodámat. Például ebből a szempontból nagyon érdekes, és akkor most én is majd mondjak egy példát arra, hogy miért nem 10, hanem csak 9 a pont, amit adtam.
hogy az egyik szövegdoknak a végén hosszan is megváltoztatva egyes szám első szeméről második szemére beidézi a mintai jelenek az utolsó néhány oldalát. Ahol elhangzott annak idején, és akkor talán ült is a vágyfülűek számára az a formula, hogy lenyúzom az ént. Na most az annyira fülsértően hangzik, tehát ez egy annyira egy ilyen, nem is tudom, én értelmező, narráció értelmező, tehát annyira tudálékosan hat ebben a szövegben, hogy kilóg. Mármint ez a, hogy mondjam, ez a közhelyszerű lóláb. Hát én meg mint Garaci rajongó örülök annak, ha kapok ilyen mondatokat. Te így működsz, más olvasó meg másként működik. Én például örülök neki, hogyha nem azokat a mondatokat kapom. Bizonyos értelemben reflektálatlanul, ezen a ponton reflektálatlanul vissza. Az nem mutatvány, hogy áthangolja egyes szem első szeméről a második szemére a mintha élnének a hogy hívják el, utolsó néhány oldalát. És tehát az a fajta infantilis humor, ami a pompásan puszkozunkat elvitte, vagy az a fajta a katona humort egy kicsit átmozgató humor, irodalmi humor, ami a harc és hátralatban jelen volt, ott is néha átlépte az én tűrés határomat. Tehát túl olcsón kölcsönzött ki a katonaság szótárából, szleng szótárából formulákat. Szerintem belehunt, belefáradt a humorba. Ezt mondhatjuk akár, hogy mondjam, Kosztolányinak van a híres 40 fehér az ember verse, ugye Garaci 60 felé, azért már nem infantilizálhatja az olvasóit egy olyan típusú, könnyen működtethető humorizálás prózára, mint amilyen, bocsánat, a kötet, mármint a második lemúlt könyv elfogadó olvasóitól, mint ami abban megfigyelhető. Tehát egyszerűen annyira gazdag és annyira nyomasztóan gazdag ez a regiszter, amit eddig ez a lemúlén itt elakott, hogy innen valami nagyon más, nagyon meglepő. És miért nem egy ilyen rezignáltabb, rossz kedvű, ilyen csoszogósabb prózát alkotni. Egyébként szerintem a mondatok nagyon rendben vannak, nagyon kevés abszolút mondat nincs rendben. Tehát amit mondtál Csaba a részletekről, tehát szerintem a hátán elviszik ezek a kis miniatűr, tesz prózavers darabkárság. Olyan nincsen. Különben az első három Lemúr könyv is nagyon-nagyon különbözött egymástól, mind a három más mondat. Vissza egy kicsit a kérdéshez, tehát hogy szerintem a Gyurival egyetértve teljesen illeszkedik ebbe a vallomás sorozatba, tehát a Lemúr sorozatba. Én onnan indultam ki, hogy tulajdonképpen azzal, hogy ott van, hogy Lemúr vallomásai, ugye fenntartja azt a olvasói várakozást, hogy tulajdonképpen visszacsatoljunk a szerzőhöz. Tehát, hogy amit ugye végigjátszott velünk az első három kötetben is, hogy ha vallomásról van szó, akkor feltételezzük mögötte a szerzőt, akkor nem feltétlenül a fikcióra koncentrálunk, hanem megpróbáljuk tetten élni azokat az életrajzi vonatkozásokat, pontokat, a referencialitásnak a magjait. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez a kötet is tulajdonképpen beletartozik ebbe a sorba. Sőt, én egy kicsit azt gondolom, vagy úgy értelmeztem végül, hogy mintha az első három Lemúr kötetnek tulajdonképpen egy ilyen eszenciája lenne, egy ilyen összegzése, összefoglalása, mert hogyha a három Lemúr kötetet, ami tényleg igazad van, hogy mindegyik más-más karakterű, de hogy azért valahogy mindegyiket szokták azonosítani egy-egy ilyen jellege, hogy gyerekkor, vagy kamaszkor, vagy a katonaság, és hogy tulajdonképpen itt mindegyiknek a témái, meg a rendszerváltás, tehát hogy itt mindegyik ugye ilyen törmelékesen, vagy hordalékosan jelen van. Tehát hogy mind a három, tehát az első három Lemúr vallomásnak ez a közege, vagy világa, vagy a felvetett morzsai, azok tulajdonképpen jelen vannak. A másik, amit itt Sándor kezdtél el pedzegetni, ez a lemúrság, hogy szerintem viszont ez az, ami nagyon érdekes ebben a műben, hogy megint Gyuri egyetértek, hogy szerintem ez egy végtelenül szomorú mű, és szerintem azért szomorú, mert hogy azok a felvetések, amiket az első három kötetben ő bedobott, hogy tulajdonképpen nincs más, mint hogy belefakaszkodjunk a
a nyelvben. Nincs más, mint hogy belekapaszkodjunk a nyelvnek a pillanatnyiságába, a diskurzusokba, az ott elhangzott, az ott megélt, az ott meglátott dolgokba, hogy tulajdonképpen azok után, hogy ezeket leírtuk, feljegyeztük, akár humorral, akár humor nélkül, akár összehányva, így úgy amúgy, hogy ezek aztán itt van, de nem, tehát hogy széthullanak, nem tudjuk fenntartani, nem tudjuk megtartani az egészet, nem áll össze egy nagyobb egységé a dolog, és tulajdonképpen ennek a hogy mondjam, világtapasztalatnak, vagy ennek az alapállásnak a következetes továbbvitele ez a kötet, azt gondolom egyfelől, mert ezt a hiába valóság, szétesettség érzetet, ezt a minden reménytelen, minden pusztul, minden széthullik érzetet hozta most ide elénk, és ez szerintem teljesen rendben van, és talán ezért van az, hogy már nincs benne humor, vagy nincs benne ez a fajta könnyedség, és eddig tök rendben lenne az egész, csak ott van a bökkenő, hogy ezt mégis megpróbálta valami nagyon-nagyon szigorú kompozícióba meg formába helyezni. És ez viszont nem vág egybe ezzel a semmi, meg pusztulás, meg hiába valóság tapasztalattal. Mert ha van a forma, van az erő, ami összetart, akkor az már valami. Akkor az már nem a semmi. Csak az van. Igen, de az akkor már több, mint a semmi, a csak az van. Na, az nagyon gáz, hogyha ugye a reménytelenséget reménytelenséggel ábrázolom, a káoszt káosszal, hogyha semmi nem működik, akkor azt mutatom, hogy semmi nem működik, és akkor milyen jól megmutattam, hogy semmi nem működik. Én nagyon sok végig, amíg beszéltem el, addig azon gondolkodsz, hogy abszolút egyetértek, de akkor szerintem ért, nem jó, szerintem ért jó. Szóval, ha egyszer ennyire egyetértünk, akkor mi a különbség? És a végén mondta azt, hogy az a különbség, hogy szerinte ez ugyanakkor kompozicionálisan megpróbál csinálva lenni, és hogy ez ellen van. Én nem hiszem, hogy ezzel nagyon meg van csinálva kompozicionálisan, ezek ilyen formálisan meg be van osztva valahogy, de én nem látom, hogy ezzel nagyon össze lenne állítva, hogy ennek egy szigorú rendje lenne. Szóval ez épp olyan törmelékes, töredékes marad, mint ahogy kinéz, tehát mint ahogy olvasódik. Jó, nem? 9 fejezet, 7 hét, egység, egyforma, hosszúság. Oké, de ezen kívül, ezen a formális üzén kívül van bárféle erős kompozíció. Szerintem ez egyenes következmény ennek a rossz kedvnek, vagy kiábrándultságnak. Tehát valami olyasmi kicsit távoli példának, hogy József Attilére a szűkületben, amiért elég rossz kedvű helyzet jelentés az ember lelki állapotáról, hogy még jó, hogy vannak jambusok, amikbe lehet kapaszkodni. Tehát még jó, hogy van szerkezet, még jó. Egy kicsit nekem egy olyan vízió keletkezett erről a könyvről olvasás közben, többszöri olvasás közben, és nem lineáris újraolvasás, hanem bele-bele olvasgatás közben, hogy ezt nem időben előre haladva olvasom, hanem térben olvasom. Tehát egy kicsit olyan, mint mondjuk egy olyan térinstalláció, ahol különböző állagú, méretű oszlopok vagy geometriai alakzatok állnak valamiféle rendben együtt, de úgy, hogy egyik sem hasonlít tökéletesen a másikra. Anyagban, állagban, formában, egyebekben különböznek, de azért mégis valami, hogy mondjam, valami harmonizált az arány doktrínának valamiféle harmonizált mutánsát megfigyelhetjük ebben a térinstallációban. Egyébként csak egy példát, ahol nekem ez nem jött be. Volt egy nagyon hosszú szöveg, amit nem értettem, hogy miért olyan hosszú. Ugye ez egy ilyen fura történet, ahol a Bogár János nevű óhér, aki ugye Szálasi Tóra Rajkon keresztül Nagy Imréig felakasztott sok-sok embert, jelenik meg benne, és ilyen furcsa rendszerváltozásos időszak várja, azon nagyon-nagyon hosszan mondja, mint novella, érdekes, izgalmas, de itt valahogy ebben a számomra tér installációként elrendeződő szöveg labirintusban, vagy szöveg játékban nekem az ott egy kicsit hosszúra nyúlt, vagy túl idomtalan lett. Lehet, hogy igazatok van, vagy nem gondolom, hogy feltétlenül jól gondolom, csak kettő dolog, hogy az egyik, hogy a József Attila viszont ő vágyott valamiféle megtartó erőre, tehát hogy nála a formának a ellencsapását vagy megtartó erejét ott sokkal indokoltabbnak tartom, itt nem annyira, és tehát hogy
valahogy azt érzem, hogy túlságosan kimódolt ez a forma, amit létrehozott, ahhoz képest, ami meg közben, amivel szemben állítja fel ezt a formát, vagy ami ezzel a világ szemlélettel, vagy pusztulás, halál, szétesés képzettel szemben van. Tehát valami nekem ezzel nem állt össze, az biztos. Nagyon nehéz megfogalmazni, beállal értek egyet, nekem se állt össze valami, de arról volt szó, hogy ezek a maradi kritikusok, azoknak nem áll össze. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy van, aki remek szemolját. Tehát ez szerintem fontos. Tehát vannak itt remek szövegek. A remek szövegek valahogy össze vannak rakva, valóban 9 fejezetben, minden fejezetben 7 szöveg van. Miért pont ott van az a szöveg? Azon kívül miért van az, hogy a 9-ből 2 olyan fejezet, amelyben számozott szövegek vannak, a többinek meg címe van. Mi indokolja? Nem bírtam rájönni. Tehát egyszerűen a kompozíció értelmére nem bírok rájönni. Miért kell kompozíciót csinálni akkor, ha nincsen kompozíció? Akkor azt kell mondani, hogy vannak prózaverseim, rövid szövegeim, amik nagyszerűek. Ezeket most adom itt, mint egy verses kötetben, vagy mint egy prózavers kötetben. Van nekem 9x7 darab szövegem. Itt van most valamilyen sorrendben, akár ABC rendben, torna sorrendben, mint H. János, stb. Valahogy közreadom nektek, kedves olvasók, mert ezeket írtam. De itt nem ez van, hanem itt az van, hogy arra hív fel minket olvasókat, hogy találjunk értelmet ebben a kompozícióban, hiszen kompozíció van bemutatva, és keresem, és nem találom az értelmet. Mielőtt... Bocsáss meg, csak egy dolog, ne haragudj, csak mert hogy utólag, mikor készen lett, akkor rájött arra, hogy azért valamit kéne szőni eleje-vége, erre az elején meg a végén van egy halott, ugye? Tehát mert ugye az úgy kell, hogy ha van valami az elején, az a végén jöjjön vissza. Most nagyon gonosz vagyok, csak ez jutott eszembe, hogy ez például, ez a kis apró kis nüansz, azt mutatja, hogy volt azért valamiféle szándék arra, hogy komponáljunk. Jó, nem... De nem a kompozícióra válaszolnék, hanem erre a próza vers, ami már többször előkerült. Ezek azért nem versek, nem versek, de azért nem versek, mert bármi poétikai okom lenne, hogy ne úgy hívjam őket, hanem azért, mert az a funkciójuk, hogy történeteket hívjanak elő. Pontosabban nem is az, hogy történeteket mondjanak, hanem hogy az olvasót arra kényszerítsék, hogy arra ösztönözzék, hogy csinálja hozzá egy történetet. Ebből a morzsából, ebből a kis vacakból, ebből a néhány mondatból állíts össze magadnak valami történetet, próbáld kitalálni, mi volt az igazi történet, ami emögött húzódik. Ezt egy vers nem tenné meg. Tehát azért nem gondolom, hogy ezek versek, és azért nem gondolom, hogy ezek versként megállnák a helyüket, mert más a funkciójuk. Ezek történetmondásra szolgálnak, még ha ők maguk nem is mondanak el egy történetet, de ez a céljuk, hogy egy történetet idézzenek fel az olvasóval. Egyébként én nem tudok végigmenni ezen most így kapásból és megmondani, hogy mire szolgál, de például vannak olyan fejezetek, ahol teljesen világos, hogy az idő, ahol játszódik, az ugyanaz. Nem? Tehát ez már egy kompozíciós elv. Tehát ha a fejezeten belüli 7 apró szöveg, 9 vagy ennyi, nem tudom, az mindegy, az mind ugyanabban az időben játszódik, az már indokolja az egy-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 
az első három könyv valóban valamilyen módon egy figurának az életén kezdett el végig haladni. Gyerekkor, fiatalkor, katonaság, stb. Nyilván nem vagyok olyan hülye, hogy most azt kérjem számon ezen a könyvön, hogy miért nem az egyetemista kora, meg a 30-as éveig jut el, bár az is benne van. Nyilván az van itt, hogy most akkor ezt így szépítjük, és visszamegyünk egész a gyerekkorba, és valóban vannak benne diákkori, későbbi felnőttkori történetek, olyan is, amikor már neki van gyereke, és így tovább. Tehát itt ez teljesen világos, hogy itt ezek az idősíkok meg vannak keverve, ezzel nekem semmi bajom nincsen. Azzal van a bajom, hogy helyette mit kapunk.
Tehát ezzel van igazából. Tudok mondani két szöveget, ez nehéz lesz így, mert nyilván nem emlékszik rá, aki olvasta sem. Van például egy nagyon-nagyon remek szöveg, csak hogy példát mondjak. Az ötödik részben van a Vagy ha igen című szöveg, de ne menjünk részletbe, csak akarok egy konkrét példát mondani. A 80. oldalon van a Vagy ha igen című szöveg, amit én nagyon-nagyon szerettem, azt szerintem zseniális. Az egyszerűen hihetetlen. És például ott van a 89. oldalon a Favágó című szöveg a következő fejezet elején, elolvastam vagy ötször, és egyszerűen nem értem. És azt mondom, hogy ez hogy került ide. Tehát ez az én problémám igazán, nem a konkrét szöveghelyek, ezt majd ha leírom az ésben a jövő héten, akkor el lehet olvasni, ki lehet keresni, és mindenki megnézhető, hogy igazán van vagy nincsen. De nem a konkrét szövegek a fontosabb, hanem az, hogy hogyan is kerülnek ide ezek a szövegek, és mit akarnak nekem együtt mondani, abban a kontextusban, hogy egy Lemur vallomásai negyedik köt. Szerintem itt ennek a tagoltságnak számomra sokkal egyszerűbb magyarázata, vagy hogy mondjam, működési jele van. Egyszerűen jót tesz az olvasónak, jót tesz az olvasás ritmusának, vagy szekvenciák ismétlődnek, de nem egy kiszámítható logika szerint, hogy vissza tud térni az egyik szekvenciához, azt újra tudja olvasni. Vagy például, ami talán neked a legnagyobb, hogy mondjam, csalódást okozta, hogy miért félcépulák és miért búcsúcépulák az egyik, illetve másik szövegegységnek a cím, hogy ez úgy néz ki, hogy előről nézve a második szöveg az félcédulák, hátulról visszanézve a második szöveg búcsúcédulák. Ugye ez az egész könyv, hogy mondjam, ha van történet ennek a könyvnek, akkor egy ilyen olvasás történet, vagy olvasni tanulás történet. Ezt a könyvet megtanulni olvasni történet, vagy megtanulni ebben a könyvben sétafikálni című történet lehetne. És ilyen értelemben szerintem, tehát hogyha itt tudom én a akusztikájára figyelünk ezeknek a hívó szójellegű címeknek, tehát az, hogy félcédula, abban benne van egy ilyen lekicsinylő a félcédulásra, hogy ez egy ilyen félcédulás könyv, ez nem az a kifejlett eleje, közepe, vége típusú történetmondó vallomás regény szerűség volna. A végén meg, hogy búcsúcédulák kapva meg, van egy ilyen ceremoniális méltóság, hogy akkor most a könyv javát végigolvasva az olvasó elbúcsúszott a szerzőtől, vagy az elbeszélőtől, vagy ő is tőle. Tehát az meg egy kicsit ilyen patetikusabb, és ilyen értelemben a címekben egy ilyen számomra izgalmas, vagy számomra működőképes kontraszt keletkezik. A lekicsinylő, meg a patetikus címadás között félcédulák, búcsúcédulák, és most már tudom, hogy bántalmazottul beszéltem ezt a két címet, amit te példának hoztál, el is szégyellem magam. Hadd mondjak egy magatot, én nem érzem, hogy hol vannak itt a neoavangard vonások a szövegekben, tehát lehet, hogy beszél figurákról, de maga a szövegszervezésben nem látok neoavangard politikát, és nem látom azt a hihetetlen kísérletiséget sem, hogy hol volna a szövegekben a kísérletiség. A neoavangard körébe sorolt szerző felszoktak háborodni akkor, amikor kísérletezőnek vagy experimentálistának mondják őket. Tehát egyébként világos jelentése van a szónak, csak a helyi értéke időnként bántó tud lenni. Figyeltem és fölírtam, amiket mondhatok, tehát hívószavakat mondtam abból, amit elhangzott dicséretként. Őszintén szóval én másodjára ezt a könyvet el nem olvastam volna, ha nem muszáj. Komolyan mondom, pedig nagy galaci rajongó vagyok. És ennek valami oka kell legyen, mert szerintem eddig tudtam olvasni. Tehát, hogy mi az oka annak? Valami csak van, hogy én vagyok az oka nyilván. Tehát, hogy valami zavaró mégiscsak van benne, mert a beállnak is kapom. Az még nem jelent semmit, tehát hogy akkor tényleg ebben lenne valami. Szóval azt éreztem most, hogy itt elkezdtünk erről a kompozícióról beszélni, hogy azért magyarázzuk, és hogy nem nagyon jutunk szerintem nyugvó pontra, tehát hogy így próbálunk azért pro és kontra érveket felvonultatni. Számomra, hát én bevallom, nagyon csúnya gondolat jutott eszembe, amikor ez a félcédulás és búcsúcédulás rész volt, meg ez így összeállt aztán nekem, hogy akkor itt hogy is néz ki az egész, hogy arra gondoltam, hogy hát ezek voltak, ezek a cédulák, aztán itten fogta, és ami még itt a nem úgy ötletekből hátra volt ötlet, azokat még így szépen beillesztette, ami egyébként te is mondtad, csak hogy lehetne ez, hogy a lemúr kötet forgácsai, vagy ilyesmi.
lehet ilyet csinálni, tehát ezzel sincs semmi gond. Tehát, hogy ha akarom, akkor úgy olvasom, ahogy előbb mondtam, hogy ez valamiféle eszenciája a korábbi három kötetnek, és valamiféle ilyen összegzés vagy kivonat. De közben meg mégsem érzem, tehát, hogy egyfelől nagyon komoly a kötet, és nagyon rezignált, és nagyon szomorú, de valahogy meg mégsem tudom ezt teljesen a Garaci életmű, meg a Garaci attitűd tükrében nem tudott meggyőzni arról, hogy akkor itt most tényleg egy 60 felé közeledő, valóban kiábrándult vagy rezignált szerző kötetét a megfelelő komolysággal olvasom. És ezen próbáltam töprengeni, hogy miért, mert hogy ennyire erős vele szemben vagy kapcsolatban az elvárásom, annyira egyfajta prózával azonosítjuk az ő szövegvilágát, vagy más oka van ennek, és nem fogom tudni egyébként megválaszolni, és még egy dolgot hagyd dobjak be, hogy az is felmerül számomra, hogy ugye ezzel a posztmodern szöveguniverzummal, szövegprózával, ami ugye kikezdi mindent, a történetet, az elbeszélőt, tudjuk, ismerjük, hogy mi mindent, hogy az is egy kérdés, hogy most 2016-ban a kortárs magyar irodalom mit tud kezdeni ezzel a fajta posztmodern vagy késő posztmodern gyönyör szövegeket működtető prózával. És valamit ő megpróbált vele kezdeni. Több dologra is szeretnék válaszolni. Az egyik az, hogy az egy ilyen összegző, nagy, komor művet vált be a Garacitól, vagy nem vált, hogy azt gondolta, hogy ez valami ilyesmi lesz, és ehhez képest én... Őszikék. Hát például, igen, de még csak nem is őszikék, hanem valami, mindegy. Jó, szóval én szerintem nem. Tehát, hogy mondjam, más ez ez nem akar összegezni. Ezt valóban össze akarja söpörni nem tudom mit, a maradékot. És azt akarja megmutatni, hogy ilyen maradékok vannak, ebből áll össze egy élet, tessék hozzá kitalálni történeteket, adok némi táppontot, de ennyi az egész. Tehát éppen ez benne az igazi rezignáció. Tehát, hogy nem akarja valahogy lekerekíteni az egészet, hanem nem összegez, hanem csak rendet tesz, meg söpröget. Szerintem lépjük tovább, és nyissuk egy másik kört, mert ez már itt megvan szerintem, vagy nincs meg. Hogy van itt azért két figura, aki fontos, valóban kevés szereplő van, de azért itt van Liza, és itt van a barátja, és ugyanakkor itt van egy ajánlás az elején. És azért ez nem mindegy, hogy hogyan van. Ez ugye úgy van, hogy Ildikónak és Attilának. Kérdezek? Én azt mondtam rögtön az elején, ugye, hogy azonosíthatatlanak a szereplők, tehát úgy értem, hogy bizonytalan a szereplők azonosíthatósága. Tehát ugye ez a Liza, mint kiderül, sok-sok lány. Tehát egyáltalán nem evidens, hogy sőt. Evidens, hogy nem egy lányról van szó, hanem minden lányt, aki megfordul a szerző életében a kisgyerekkorától kezdve felnőtt koráig, az mind Liza. Sőt, hát én úgy értelmeztem, hogy a beszélő gyerekének az anyja. Az is, azért, mindenki Liza. Igen. Liza még a Tila is. Na, ő az ilyen. Na, szóval csak itt volt, nem is akartam itt volt. Csak Attila nem Liza. Igen, hát ez a bizonyos barát. Ugye a Hazai Attilának van ajánlva, a szövegben nem szerepel se az Attila név, sem semmilyen név. Egy barátom, akivel együtt vagyok a gőzfürdőben. Aki hol a Nipszi, hol a Hazai Attila. Igen. Meki tudja még kicsoda. A cukorkékség kifejezés is felbukkan az egyik szövegben. Egyébként itt ezekről az alapokról beszélve, én ezt a figurakezelést, vagy ilyen szerepjátszós, szereplővel bizonytalanító technikát, ezt visszavezetném mondjuk egészen, teszem azt, Koszkolányinak az Esti Kornéjáig, ahol vannak szövegek, mindegyikben szerepel egy Esti, vagy egy Esti Kornéja nevű szereplő, de az egyszer olyan kicsit butának tűnik, utána nagyon rafináltnak tűnik, egyszer
van testvére, másszor nincs testvére, egyszer szerethető, egyszer inkább viszajogtató, egyszer kedves az emberekhez, másszor kegyetlen az emberekkel, tehát megfoghatatlanul sokféle, ahány esti novella, annyi esti kornél. Tehát itt is ahány kis szöveg, annyi Liza, vagy annyi barát, vagy eszünkbe juthat akár Eszterházy Péternek az esti könyv, ahol megint csak még állat is esti, meg nő is, meg minden. Na bocsánat, ezért a árukapcsolásért nem volt semmi szándékosság benne. Vagy nem tudom én, az Egy nő című Eszterházy könyv, ahol vagy a harmóniára. Vagy az édesapám. Tehát hogy hát egy kukorellénél is van egy cél. Megtanítottak minket így. Igen, én ezen úgy megint csak nem tudtam meglepődni különösebben. Tehát, hogy amikor kiderült, hogy a Liza az tulajdonképpen egy jelölő, amiben mindig más vagy más személynek a morzsái vannak benne, és hogy a barátom ugyanígy működik. Itt azt gondolom, hogy mindig az énhez való viszony volt aktuálisan érdekes. Tehát, hogy akkor most ugye... Szóval, ami érdekes volt szerintem még ebben a szövegben, hogy a kis egységek miatt tulajdonképpen mindig újra kellett így konfigurálni a viszonyokat. Tehát, hogy van egy beszélő, aki én, az se rögzíthető, de hogy az, hogy ő éppen milyen Lizáról beszél, vagy milyen barátomról beszél, az ugye mindig az adott szövegnek a tétje, hogy akkor felállítok valami, vagy elképzelek mögé valamiféle viszonyrendszert, vagy valamiféle történetet rakok mögé, és ezt a játékot, ezt szerintem finoman, tehát üzített, nem úgy, mint mondjuk az Eszterházy az Egy nővel, szeretem, vagy az édesapámmal, ahol ugye minden bekezdés úgy kezdődik, hanem sokkal rejtettebben, vagy finomabban működteti ezt. De hát ezt tényleg válaszolna arra a kérdésre, vagy nem is kérdésen, parasztra, amit a Csaba mondott, hogy ő ugyan kétszer is nehezen olvasta el. Én meg azt mondtam, hogy hát a harmadszor is könnyedén elolvastam, mert engem ez izgat. Engem ez izgat, hogy mindig újra konfigurálni, ahogy ebbe mondta, ezeket a viszonyokat, megtalálni, hogy milyen időben is járunk. Tehát ez egy izgalmas olvasói feladat, hogy az ember rájöjjön, hogy mi itt a történet, kik a szereplők, mit csinálnak, egyáltalán mit kell elképzelnem. Engem ez érdekelt, és ezért azt gondolom, hogy ez sokszor elolvasható ez a film, és ezért gondolom értékesnek vagy érdekesnek. Mit kezdjük a címmel? Hát, szóval én annak nem örülök ennek a címnek az a helyzet, mert persze valami szép, hosszú fejtegetéseket lehetne erről tartani, csak egyszerűen. Szóval ez kicsit olcsó. Igen, itt arra lehetett gondolni, hogy majd az áthidalás művészete, meg ugye egy olyan híd, ami a semmi fölött van megépítve, mert nincs alatt a semmi. Mondom, lehet hosszú értekezéseket tartani róla, csak minek? Szóval sétálva Lizával, és pont akkor szerepel egyszer, hogy lemúl. Tényleg kétszer van összesen a könyvben, egyszer ott. Igen. Szóval, hogy ahogy már a kritika meg is tette egyébként az értelmezési köreit, tehát hogy nagyon szépeket lehet most már olvasni erről a hídról, a hídnek a metaforájáról, a jelentéséről. Én is azt gondolom, hogy ez egy olcsó fogás. És a borító nagyon tetszik, de az is az. És Csaba, nem 4 óra van rajta, hanem 12 óra 20 perc. Ne viccelj! Az, ami a tényleg, ha hagyományos órákra gondolunk, akkor persze. Én egészen mostanáig azt hittem, hogy 4 óra marad. Tehát tényleg talán a legdirektebb akkor ez a szöveg, amikor a bűncshíd kapcsán mond erős, súlyos, metaforikus léptékű kijelentéseket, hogy a semmi fölött megy egy híd. Tulajdonképpen funkciója nincsen, de mégis létezik. De ugye véletlenül egy Püncs nevű építész tervezte ezt a hidat, de hát ugye, hogyha egyrészt jó a hangzása, tehát nem bántja a fület, vannak olyan könyvszínek, amik már akusztikai értelemben bántják a fület. Ez kellemesen esik a fülnek. Én azt hiszem, hogy az osztály ösztöndíj alatt írta ezeket, és azért valami. Akár. És akkor már gondoltunk arra, hogy mint van ennek a szónak egy jelentése a bűncsnek, tehát hogy nem tudom, én néha felbukkant, hogy mindenkinek van egy vágya. Most nem az énekre gondolok, nem a dalra gondolok, hanem arra, hogy mondjuk Liza, a szeret a elbeszélő mellett egy más valakire vágyakozik,
az elbeszélőjénk itt Lizára vágyakozik. Tehát, hogy itt különböző szereplőkben is működik ez a vágy, ami a könyv címében van emelve, meg hát akkor már elnézést kérek el, hogy ez túl direkt, akkor az olvasóban is keletkezik valamiféle vágy. Ahány olvasó, annyiféle vágy, ahány olvasó, annyi vágy, kielégülés vagy kielégületlenség. És ez marha jó, mert rávilágít arra, hogy ahányan vagyunk, annyifélén, olyan sokféle dolog után vágyakozunk, és nem biztos, hogy megkapjuk. Bocsánat, most megint túl pumpáltam ezt a szót. Szeretnék egy mondatban önkritikát gyakorolni, és nem adom a szót Julinak. Tényleg nem 4 óra van rajta, én mostanáig azt hittem, és tényleg 12 óra 20 perc van rajta. Ha ezt tudom, egy ponttal többet adok. Ez nagyon értelmezi, tehát ez egy kiváló borító, még sokkal jobb a borító, mint eddig voltam. Én csak annyit szeretném még mondani, hogy azért is olvastam élvezettel, és tudom, hogy nem fogom tudni meggyőzni Csabát meg Beát, de azért hogy mondjam el, mert hogy valahányszor az ember újraolvassa ilyen kis belső tükröket talál benne. Most teljesen véletlenül indítottam egy oldalon, tényleg teljesen véletlenül, és a következőt olvasom. Idegenek kegyének alamuszi hajszolása, idegenek boldogságra és pihenésre unszolása, az emlékezetnek, az agy zsebének kiforgatása, kifosztása, regényesség, közhelyek tompa önkívülete, költészet, pátosz, bölcs tanácsok kéretlen osztogatása. Ez mintha az írásról magáról szólna, akár a korábbi baraci szövegekről szólna, ugye a regényesség, közhelyek, bölcs tanácsok, ez akár mintha egy önreflexió volna, akár ennek a könyvet az önreflexiója, akár korábbi szövegé. És tele van ilyenekkel, amikor az emlékezettől ír, itt-ott, hogy mire emlékszik, mire nem, ez önmagával róla a regényírásról, vagy erre a szövegnek az írásáról szól. Mert tele van ilyenekkel az egész könyv, és ez nagyon élvezetes, ezt nagyon szeretem benne. Szeretnénk egy utolsó kört, egy rövid kört, hogyha nincs ellenetekre. Ugye, hogy a Garaci fogadtatása a kezdetektől máig nagyon-nagyon tekervényes történet. Ha lehetne, vagy szabadna azt kérdeznem, hogy a Plastiktól kezdve a Nincs alváson át a különböző Garaci kötetektől máig, hogy hogyan változott, mert nagyon-nagyon változott, én úgy látom, az ő befogadása, értelmezése, a recepció. Ugye, amikor indult, akkor ő volt a nagyon fiatal, nagyon laza és nagyon hát kilógó író. Amikor indult, akkor például Kemény István plastikveresnek nevezte azokat a szövegeket, amiket gyártott. A Nincs alvás idején például Bán Zoltán András és Kálmán Cégyő nagyon lehúzó kritikát írt. A Kálmán Cégyő azt mondta, hogy komolytalan, vicceskedő, tárcista, Hajnóci rosszabb formáját hozza. Bán Zoltán András még rosszabbat mondott, hogy egy képzeletbeli Ludas Magyi kolumnistája. Tehát innen indultunk, ez ugye 92, a Nincs alvás. Aztán jöttek a Lemur könyvek, Metaxa és így tovább. Ja, a kritika vita annak idején a Garaci kapcsán robbant ki, de nem a Garaciról szólt, azért azt tegyük hozzá. Tehát a Bónus Tibor mindenről beszélt, csak a Garaciról nem. Viszont annyi igaz, hogy bizonyos up-to-date irodalom elméleti iskolát megtalálták a nekik való szöveget, amire ha ráhúznak egy ilyen sémát, akkor remekül lehet elevezni a maguk irodalom elméleti iskolája alapján. Tehát erre jó volt a Garaci. Született egy kis monográfia, talán túl korán, Bónus Tibor tollából, és aztán jöttek a Lemur könyvek, és most pedig ott tartunk, hogy a Kálmán Gyuri dicsérésén meg szidom, és én korábban nagyon dicsértem, és amikor őszinte, akkor én írtam egy nagyon dicsérő kritikát a Nincs alvásról 92-ben. Hát ezt sikerült jól összefoglalnom. Mit szóltok ehhez a fogadtatás történethez 30 év? Hát én csak azt tudom mondani, hogy én akkor nagyon könnyűnek találtam. Tehát valóban úgy gondoltam, hogy oda keni, nagyon humoros, de még csak nem is eléggé. Nagyon túl könnyűnek gondoltam a Karécsik, és később meggyőzött, hogy nem. Tehát, hogy ő ezt, érted, pontosan nem is arról győzött meg, hogy nem, hanem más csinált. Tehát azt továbbra is fenntartom, hogy valószínűleg az első kötetek azok túl könnyűek, és túlságosan oda kentek voltak, és nem voltak egész elég átgondolva, későbbiek meg igen, tehát azt gondolom, hogy fejlődött, tehát hogy alakult, és ebben is látok olyat, ezt mondtam rögtön az elején, ahol nem vagyok benne biztos, hogy
minden szöveg beleillik, és minden szövegnek ott kell lennie, és úgy kell lennie. Tehát lehet, hogy van benne most is egy ilyen könnyűség, vagy felelőtlenség, de hát azért egészen más, mint az elején volt. Ez az én saját személyes. Margocsi az elején azt mondta, hogy hát ez nagyon ornamentikus, ornamentális az egész, de mit díszít? De a mond nem akartalak meg, bocs. Nem csak arra gondoltam, hogy hát mondasz, Gyuri, hogy ez teljesen természetes szerintem, vagy hát az a jó, hogyha egy szerzőnek valahogy így kibontakozik a szövegvilága, vagy a prózavilága, és mondjuk amit még a plasztikban lehetett esetleg kárhoztatni, vagy ilyen nagyon kísérletinek gondolni, biztos, hogy rátalált a saját úgymond olyan értelme a saját szövegeire, ami valahogy tényleg hozzápasszolt számom. És az is nagyon érdekes, hogy a korabeli irodalom elmélet és a korabeli kritika ehhez hogyan viszonyult, de azért visszaolvasgatva mondjuk a Lemur kritikákat, azért nem állítom, hogy minden ismerek a régebbi időszakból, de ott is voltak már azért értő, vagy erre ráérző kritikák, és valóban bizonyos irodalomelméleti irányoknak pedig teljesen, hogy mondjam, adta magát ez a fajta szövegvilág. Számomra továbbra is ez a kérdés, amit ma már feszegettem, hogy most, hogy már ez az irodalomelméleti iskola egy kicsit ugye visszaszorult, vagy eljárt felette az idő, a Garaci fölött is eljárt egy kicsit az idő, vagy hát ez a fajta szövegek felett, és például az is nagyon érdekes, amit a Sándor mondott, hogy akkor most ezek a poénok, amiket mondjuk akkor tudtál, hogy mire reflektál esetleg a közéletből, vagy a melyik dalra, vagy melyik reklámra tesz rá egy humor vonatkoztatást, hogy ezek a szövegek mondjuk 20 év után, 30 év után tudnak-e működni, tudnak-e élni. És az is kérdés, hogy ez a szöveg aztán fog-e tudni működni 20 vagy 30 év után. Tehát, hogy itt a mozgások szerintem nagyon-nagyon izgalmasak. Köszönjük. Hát amit ilyen mondatom, hogy sokan kérdezted, azért nagyon szerencsés szerzőnek nevezhetjük, mert ilyen pályáját végigkísért egy nagyon erős értelmezői, nem tudom én, szolidaritás, vagy kíváncsiság, vagy értelmezői kultúra. Például nagyon emlékezetes dolgokat mondott, hogy nem csak a Garaci, hanem egyáltalán a 90-es évekbeli próza kapcsán Eszterházy az egyik Garaci kötet szövegében ugye azt mondja, hogy most végre az irodalom az lehet, ami szerencsés körülmények között lenni szokott, vagyis nem a politikával, vagy a hivatalos kultúrával szemben egy eleve morálisan jó értelemben különböző szerepet kell eljátszani, hanem mondatokkal foglalkozhat végre az író, mondatokkal foglalkozhat végre az olvasó. Tehát valahogy, mint a tényleg Garaci testesítette volna meg magában ezt a csak irodalom és az milyen típusú kíváncsiságot, amire aztán rátelepedett tényleg egy nagyon vehemes, a bölcsészkari kaszárnyából kirajzó értelmezői kultúra vagy közösség, ami tényleg röhelyes, már akkor is röhelyes volt, visszatekintve most meg még inkább röhelyesebb, hogy az egyik legviccesebb szerző, mondjuk így, hogy formájában, nyelvhasználatában is vicces könyveit ilyen hótkomoly irodalmi elméleti apparátussal közelítették meg. Nyilván magánéletükben vicces, de munka közben eléggé megmosolytató módon hótkomoly értelmező. És aztán utána jöttek az újabb és újabb értelmezői lehetőségek. Például ugye, ha csak Gyuri értelmezői, hogy mondjam, történetét nézzük, hát Csaba, te utaltál rá, hogy te is milyen változásokon mentél keresztül, mit vártál, azt nem kaptad, most mit nem vártál, és mégis megkaptad. Aki lehetséges író, aki ilyet tud csinálni, egy kritikusra ment. Igen. A Kármácsi Györgynek lesz majd egy kritikája a Magyar Narancsban, még nem jelent meg, mi ismerjük, de jövő héten valószínűleg lesz, meg most sincs még benne. A Varuskának volt egy fontos kritikája a könyvesblogon, aki egyébként azt mondta, hogy Garaci prózája az új költészet. És fölhívom a figyelmet, Mészáros Gábor kritikájára a Literán volt, Lebukni a felejtésbe címe, ami nagyon érdekes volt. És találtam egy fiatal kritikustól egy szöveget, 30 évvel ezelőtt ezt írta.
Garaci szerencsésen dobja el a műnemű műfai megkötöttségeket, nem riad vissza még nagyobb epikus jellegű kompozíció szerkesztésétől sem, ott, ahol erre nem is mutatkozik kellő anyag. Ezt akkor dicsérőleg írtam én. Az első könyvről, a plasztikról. Ez talán nem akartam zárszólni, így alakult. Egy hónap múlva Orra Vecimről fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen a figyelmet!